Először rendeznek Magyarországon extrém ügyességi motoros világbajnoki futamot, a záróverseny lesz jövő héten a Papp László sportarénában, összefoglalóját pedig a Digi Sportban láthatják a budapesti futam nagykövetével, a gyorsasági motoros világbajnok Talmácsi Gáborral és Hermann Henrik Motorsport szövetségi elnökkel hangolunk erre az eseményre. Jó reggelt kívánok, szervusztok! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Extrém ügyességi motoros világbajnokság, ennek a szakágnak, illetve ennek a sorozatnak milyen a presztízse a nagykövet úr egy korábbi gyorsasági motoros világbajnok menő szemével? Hát ezért is álltam a szakág mellé, mert nem a legismertebb szakág, de a triálozás az a motorozás. Úgy szoktuk mondani, hogy alapjai, tehát lényegében az egyensúlyozás alapjai, ugye a fék, a gáz használat, a kuplung használat, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos szakág. Lehetett látni itt a felvételekből, hogy mennyire látványos, ez egy show, és hát hihetetlen, hogy milyen akadályokon kell keresztül menni. Hát itt nem a legnagyobb sebesség a cél, ugye mondjuk a MotoGP-ben, ahol én versenyeztem, de egy nagyon különleges motorsport szakág, úgyhogy fantasztikus volt, fogunk majd látni hamarosan. Amikor látod ezeket a mozdulatokat, meg ezt a tudást, akkor azért ugye ott van benned, hogy az alapokat, az annak idején, tehát ugyanígy neked, mint későbbi gyorsasági motorosnak mind ismerni kellett. Na de persze már utána, amikor az ember specializálódik, akkor már csak ámulva nézi, nem? Most a napokban egy pici promófilmet készítettünk éppen a rendezvény beharangozásával kapcsolatosan, és kipróbáltam újra a triálmotort, és el kell mondjam, hogy lassan legalább annyira nehéz menni motorra, mint gyorsan. Tehát, hogy egy helybe pattogni, onnan elindulni, és hihetetlen felkészülés is kell egy ilyen motor koordinálásához, vezetéséhez, fizikailag és mentálisan. Lehetett látni, milyen magas akadályok vannak, és hogy van, hogy a versenyzők felkészülnek, fókuszálnak több másodpercen keresztül, és aztán indítják el a motort. Úgyhogy érdemes megnézni, nagyon jó verseny lesz. Maradjunk abban, hogy akit annyira nem penge a motor, az válasz a közepes sebességet, a nagy sebesség, meg a kicsi, az a igazán jóknak való. Van ebben valami. Elnök úr, ennek a sorozatnak a motorsporton belül, és most a világ motorsportjáról beszélünk, milyen rangja van, szóval, hogy mekkora szám az, hogy ez Budapestre eljött és elhozták? Én azt gondolom, hogy világbajnokság, Európa-bajnokság, mi nem vagyunk egy túl nagy ország, ugye itt, ha Európát, vagy akár a világot nézzük, mindenképpen egy nagyon komoly jelentősége, fontossága van. Maga a triál, MotoGP, vagy bármi, ami ugye egy motorsportban azért egy közkedvelt kategória, az, hogy ide jöhet Budapestre, szerintem az mindenképpen. Az, hogy még soha nem volt, az meg még ad egy pluszt hozzá. Az, hogy ez Barcelona és Párizs után a harmadik és egyben utolsó, úgy harmadik, hogy nagy városokat tekintve, harmadik állomás és egyben utolsó futam, szerintem ezzel mindent elmondtuk. Hát igen, egy záró futam, ami azt jelenti, hogy itt bajnokot avatnak. Igen, mindenképpen. Mármint, hogy Budapesten fognak bajnokot. Mindenképpen, ez a terv. Igen, hát ugye ha ránézünk a tabellára, akkor azt látjuk, hogy itt mi lesz a koronázás, hogy kit készül a katalán fenomén személyben megkoronázni Budapest. Szóval akik ebben, Gábor, igazán sokat tudnak, tehát még a nagyon jók között is a legjobbak, azoknál milyen képességekre van szükség? Mi az a plusz extra, amit tudniuk kell? Ugye nagy esélyes Tony Bo, aki már több mint 20-szoros világbajnok, és ennek a szakágnak a zsenie, tehát lehet, hogy ezt tőle kéne megkérdezni, miért ennyire jó, de csak úgy, mint a motorsport többi területén, nagyon komplex felkészülés kell ahhoz, hogy valaki világbajnok tudjon lenni egy ilyen szakágban. Hát ugye, hogyha megnézzük azért, hogy ugyanúgy, ahogy a MotoGP-ben itt is a spanyolok, ugye a franciák nagyon ügyesek ebben a sportban. Reméljük, hogy lesz majd egyszer magyar versenyző is, aki világszinten tudja képviselni az országot. De ezek a finom mozgások, koncentráció, óriási fizikai erő és hát a mentális állapot az, ami összeteszi ezt a sportot. És hogy ott van a technika, tehát ezek a motorok rendkívül könnyűek, nagyon könnyű velük egyensúlyozni, tehát szinte egy helyben megállni vele, ez nem is egy nagy kihívás, például egy motorversenyző számára, én is napokban megállni egy helyben vele, szinte el se dől a motor, de hát onnantól kezdve jönnek az egykerekezések, az egykerekezés megtartása, első kerekezés megtartása, onnan ezek a nagy ugrások, hát ez hihetetlen, hogy akkor ugye milyen fizikai erők hatnak, úgyhogy így kontrollálni a motort, ez egy nagy kihívás. De mennyire volt nehéz lobbizás és egyáltalán az, hogy megszerezzük, tehát hogy ennek a ilyen szempontból kiemelt presztízsű futamnak a megrendezése ide kerüljön hozzánk?
Hát a lobby az mindig nehéz, tudjuk mindannyian. Itt azt gondolom, hogy inkább aki felvállalta ezt a rendezést Magyarországon, magának a főszervezőnek a szerepvállalása, nem is feltétlen csak az a része, hogy ide jöhet, hanem az, hogy ennek a lehetőségét megteremteni, az anyagi és az egyéb dolgait ugye letenni az asztalra, és hát ugye jövő hét csütörtök. Már itt van nagyon nyakunkon, a Papp László sportarénába, én azt gondolom, hogy nagyon várjuk. Ahogy Gábor említette, egy nagy lehetőség, majd egyszer egy triálos sztár magyar motoros azt mondja, hogy én akkor láttam először kisgyerekkoromban, nem, amikor kilátogattam erre a versenyre, és akkor határoztam, hogy egyszer én is ilyen nagy bajnok szeretnék lenni. Hát ugye ezek az élmények nagyon fontosak, és ugye ezt akkor hál' Istennek nálunk is lehet majd látni az összefoglalóját. 9 versenyzővel indul, csak hogy lássuk, hogy lesz a lebonyolítás, aztán marad 6, és aztán 2 mérkőzik meg az utolsó körben. Döntőben, igen, a végén. Uh-huh. Igen. Mindenki tulajdonképpen ugyanazon a pályán megy, általában a második körben már vannak, amikor visszafelé mennek ugyanazon a pályán, és hát az utolsó 2 az egy nagyon komoly megmérettetés szokott lenni. Az az érdekesség egyébként még a budapesti futamnak, hogy egy nagy név, a Dougie Lamking, aki most már ugye nincs benne a sorozatban, több olyan csúcs teljesítménnyel rendelkezik, ami úgy néz ki, hogy pont Magyarországon fog. Egyrészt Adam Raga, másrészt pedig egy japán versenyző Fujinami nevével megdőlni. Az egyik az, hogy 2000 fölötti pontszámmal rendelkezett Dougie Lamking összesen ugye a fedett pályás versenyeken, és ezt most, ha 7 pontot tud szerezni Adam Raga, amire nagyon jó esély van, akkor ezt már megdöntötte. Fujinaminál pedig ugye a 135 alkalommal volt versenyen az Dougie Lamking, és most Párizsban már megvan az egyensúly, ha itt sikerül részt vennie már pedig célba, akkor ezt is megdönti. Tehát Magyarország egy kicsit úgy néz ki, hogy kap egy-két pluszt is. Jönnek a legek. Igen, jönnek a legek. Gábor, azt említette már az elnök úr is, hogy ugye mindenki ugyanazt a feladatot hajtja végre, ugyanazon a pályán. Na de a motorok, persze könnyűek, de a motorok közötti különbség, ami például a ti szakágazokban, ugye nem lényegtelen kérdés, hogy milyen motorral, milyen felszínkészültséggel, milyen technikai háttérrel rendelkezik az egyébként jó motoros. Itt a motorok között ti technikai különbségek mekkorák lehetnek és mennyit dönthetnek adott esetben? Mindig vannak technikai különbségek a motorsportban, azonban itt szerintem jobban kijön a versenyzőnek a szerepe, mint egy gyorsági motorversenynél. Felületesen ismerem ezt a szakágat, tehát nem szeretném úgy véleményezni. Ezek gyári motorok, tehát itt megvan a szabályrendszer, hogy hány kiló lehet, ugye milyen műszaki paraméterekkel rendelkezhet. Én azt gondolom, hogy inkább itt az egyének a szerepe, ami fontos, de hát hamarosan itt lesz a március 29, ami ugyan záró futam a világbajnokságon, de most már lassan itthoni tavasz, tehát a motorosok indulnak ki ugye az utakra, és hát nagyon fontos, hogy biztonságosan közlekedjünk. Én ugye ennek is úgymond a nagykövete vagyok, mert én is versenypályán gyorsan közlekedem, az utcán lassan is betartom a szabályokat. Igen, szóval amit itt fognak látni, azt nem az utcákon kell majd próbálni. Így van, így van. De hogy ez a rendezvény egyrésztről az utánpótlásnak is egy nagy lehetőség, hogy elindítson valamit a gyerekekben és szülőkben, másrésztről pedig azért, hogy lássák nem csak a motorosok, hanem az emberek, hogy hogyan kell kezelni egy motorkerékpárt. Egyszeri, soha visszanemtérő alkalom, vagy pedig valaminek a kezdete? Mindenképpen valaminek a kezdete. De kéne szállni ebbe a sorozatba állandó helyszínként, előbb-utóbb? A tudomásom szerint a főszervező 3 évre szerződött. Nyilván nagyon, tehát ez egy debutálás mindenkinek, nyilván nagyon sok minden múlik azon, hogy jövő csütörtök hogyan sikerül, de én úgy gondolom, hogy a főszervezőkben van lendület, van energia, és ez a 3 év, ez talán biztosnak tűnhető, és hogy utána mi lesz, de szerintem ez a 3 év már önmagában adhat egy akkora lendületet. És minden évben, ebben a 3 évben a zárófutam? Hát erre szerintem most még kicsit korai lenne nyilatkozni, de szerintem van rá esély. Hát akkor az elsőnek tényleg nagy durranásnak kellene lenni. Meglátjuk itt nálunk a Digisporton, meg a Papp László sportarénában is. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen.